Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit településünk főterén, adventi koszorúnál, ahol a második gyertya meggyújtásának alkalmából fogadják sok szeretettel az apostoli egyházközség szolgálatát. Szembe jön. Advent idején szembe jön velünk, földi vándornak öltözötten, ünnepvárásunk országútján, lélekterhelő nagy ködben. Gyertya kell, égő, tiszta lángú, szív didergető éjszakába, hogy meg ne csalja vérasztásunk, neon reklámok tarkasága. Gyertya kell, égő, szelíd lángú, és kéz, amely magasra tartja, és egy másik, aki segítsen, ha annak elfárad a karja. Gyertya kell, sok kis égő gyertya, és lángokat hordozó kezek, hogy amikor szembe jön velünk, el ne kerüljük őt, emberek. Kicsiny lettél értem,
kérdésem, szívem néked zengi, dicsőség neked. Adventi várakozás. Gyertyák gyúlnak egymás után, advent készül Isten útján. Jézust várjuk ismét hozzánk, Szent Karácsony fordulóján. Mézes kalács, bejgli készül, boldog mosoly arcunkra ül. Mit érez most kicsi szívünk? Lesz-e áldott szép ünnepünk? Advent váró napok futnak, érzésével reánk hatnak. Szeretet a középpontban, már is gyertya lángra lobban. Nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind szétosztom is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem tuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamiságnak, de egyik körülbelül. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három ezer között pedig legnagyobb a szeretet. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlt ünneplő lakosokat itt Csuron, és kívánom Isten áldását erre kis együttlétre is. Hát advent napjait éljük, készülünk az ünnepekre, karácsonyra gondolva, meghittség, szeretet. A harmónia utáni vágy egyre sürgetőbben keresi helyét az életünkbe. Nem csoda, hiszen valamikor régen a kezdetben az ember valóságos, kiegyensúlyozott kapcsolatban élt Istennel és egymással. Saját életünkben tapasztaljuk, hogy a meghittség, a béke nem kikeszthetetlen, törékeny, védenünk és ápolnunk kell. Az édeni harmónia sem volt hosszú életű. Az ember valamit elvesztett, egy rossz döntésből kifolyólag. Bár Isten az eredeti állapotot nem állította vissza, de az embert nem hagyta magára. Lehetőséget és szabadságot adott az embernek, hogy döntései következményeként visszatérjen, vagy teljesen elszakadjon Istentől. Amikor Krisztus földrejöttét ünnepeljük, teljesen test közelből élhetjük át ennek az üzenetét. Neves ünnepeink közül nem mind ad lehetőséget olyan személyes átélésre, mint a karácsony, a nagypéntek, húsvét vagy a pünkösd. Isten igéje igaz régen íródott, de ma is időszerű, mikor Jézus szavait idézem, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha erre legyintünk, vagy úgy gondoljuk, hogy ez csak azoknak a szenteskedő embereknek való, olyanok vagyunk, mint akik annak idején a Betlehemben nem fogadták be Máriát és Józsefet, hogy helyet adjanak a megszületendő Isten fiának. Viszont a karácsonyi üzenetnek abban rejlik személyes volta, hogy ma is lehet igent mondani rá. Bárki behívhatja, hogy része legyen életének. Lehet megbékélve élni Istennel. Mert Jézus, akit ünneplünk, mint kisgyermeket, felnőtt és kereszten meghalva bűneinkért megváltónká lett. Istennel megbékélt életünkkel tudunk békességet teremteni, és szeretet továbbadni családunknak és szűkebb környezetünkbe. Kívánom, hogy az adventi készülődés segítsen egy jó döntéshez, hogy mi Krisztus befogadva életünkbe, része
lehessen minden napjainkban. Isten ehhez adjon nekünk erőt, bátorságot, kitartást, és áldott ünnepeket kívánok. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében a szép műsort, a gondolatokat. Ezzel az éneket vigyük el magunkkal a jövő hétre, amikor 6 órakor az Evangélikus Egyházközség műsorával találkozhatunk, szolgálatával, és a harmadik gyertyát fogjuk meggyújtani a településünk adventi koszorújánál. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket. Köszönöm szépen.